A szemekben könnyek, ölelkezések, puszilkodás. Megható volt a régi iskolatársak újbuli találkozása. Szép okból gyűltek össze, hiszen 55 év múlt el azóta, hogy elhagyták az iskolát. Sokan közülük Németországból, Franciaországból, Horvátországból és Magyarországról jöttek el, ahol jelenleg élnek. Josip Sokcsics elvégezte a gépészeti egyetemet, majd elhelyezkedett a vasútvállalatnál, ahonnan nyugdíjba is ment, és ez az iskola alapozta meg az egész életét. Sad smo se okupili i strahovito mi pogodilo. Ipak vidim kolege koji su... Most összejöttünk, én pedig érzelmileg mélyen meghatottam. Látom a kollégáimat, akikkel együtt tanultam. Tele voltunk energiával és boldogsággal, bár azok az idők elmúltak. Néhányunkat most látom először 35 év után, alig ismertük meg egymást. De vannak olyanok is, akikkel minden egy-két évben találkozom. Nagyon érzékenyen érint, amikor látom, hogy milyen gyorsan elrepültek az évek. Néhányan indokoltan hiányoztak a találkozóról, mások már nincsenek közöttünk. Róluk sem feledkeztek meg, egy perces néma felállással. A társuk Ernest azt mondja, lehet, hogy elhunyt társaik valahol fenngyülekeznek most. Éppen ő a mostani találkozó szervezője. Mi smo jako bili homogéni. Nagyon összetartó csapat voltunk. Szigorú tanáraink voltak, akik szakszerűen felkészítettek bennünket. Másrésztről nagyon hálásak vagyunk nekik, mivel rendesen megneveltek bennünket. Így az iskola befejezése után is találkozunk, és barátok maradtunk. Olgica Zsupáncsics és Gordana Csucskovics egykori tanárnők nem mulasztották el a lehetőséget, hogy újból találkozzanak valamikori diákjaikkal. Gordana szomorúan mesél az oktatásban eltöltött 41 évről. Ennek az osztálynak történelmet adott elő, és állítja, hogy mindegyikükre emlékszik, mindegyiküket felismeri. Imali su četiri časa nedeljno, znači... Négy órájuk volt hetente, ezek között általános és nemzeti történelem. Tankönyv nem volt, magam írtam a jegyzeteket, később összeállítottunk egy gyűjteményt a régi pénzekből. Szigorú volt? Nem tudom, megköveteltem a tudást. Ez a korosztály, amely a II. Világháború végén született, kinevelt sok sikeres szakembert. Az MT-42 osztály termékelőkészítő szakon harmadszor találkozott a diplomaosztó óta.